Babits Mihály Kulturális Központban a szokásunkhoz hűen, vagy szokásunkhoz híven mindig kínálunk programot, nem is keveset, szerencsére, és mindig minden korosztály igényét kielégítő programokkal várjuk a kedves vendégeket. Itt bent a házban is, a Kulturális Központban, valamint most a június 14-e és július 14-e között zajló Németországban megrendezésre kerülő EB okán is, kint a Garai téren, tehát egy szurkolói sátorral várjuk mindazokat, akik jó társaságban szeretnének, hideg italok társaságában, baráti társaságokban szeretnének kiváló és parádés meccseket nézni. Eléggé bővelkedik az Európa-bajnokság, a labdarúgó-bajnokság eddig meglepetés eredményekben, úgyhogy így tripla vagy dupla az izgalom. Tehát van egy ilyen szurkolói teraszunk kint a Garai téren, ahol óriás lett van, óriás kivetítő lehet ezeket a meccseket megtekinteni. Oda várunk nagy szeretettel mindenkit, június 14-e és július 14-e között. Arról, hogy a szurkolói teraszon milyen mérkőzéseket lehet megtekinteni, a Facebook oldalunkon, az erre létrehozott eseményben, valamint a Babits Mihály Kulturális Központ honlapján lehet tájékozódni. Sok mindennel várjuk a kedves vendégeket, például a mozival, érdemes megtekinteni a mozin kínálatát, csupa jó filmmel vagyunk ebben a hónapban is. Van még olyan rendezvényünk, amelyre, ha nem is a Babits Mihály Kulturális Központban, hanem annak szomszédjában, a Művészetek Házában, a Tolna vármegyei Magas Kultúra Fellegvárában kerül sor, ez nem más, mint a Visszapillantás című tárlat megnyitója. Kalocsai Jenikő festőművész kiállítása június 22-én szombaton 17 órakor nyitja meg a kapuit. Nagy szeretettel várjuk oda nem csak a képzőművészet szerelmeseit. Ha az ember egy kicsit utána olvas Kalocsai Jenikő munkásságának, egy kicsit utána kutat, nagyon-nagyon szép alkotásokat készít, úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes itt lenni nem csak a megnyitón, hanem megnézni a tárlatot is. A városban június 22-én kerül sor 17 órakor a Szentgáli Gyula utcában a Szent János és Pál kápolna búcsújára. Ez is egy tradicionális rendezvény. Június 29-én szombaton délután 16 órától nagy szeretettel várjuk a zene szerelmeseit, ugyanis a Zenélő Magyarország program keretében a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának művészei adnak egy szabadtéri koncertet, amely díjtalanul megtekinthető. A helyszín maga az tökéletes. Tehát ez az intézményünk déli bejárat, ez a színházi főbejáratnak az oldala, itt a fasor, itt vannak a fák, és a Magyar Rádió szimfonikusainak profi és tehetséges művészei kedveskednek egy koncerthez, tehát én azt gondolom, hogy egy szombat délutáni élménynek, ugye 16 órakor kezdődik a koncert, egy tökéletes szombat délutáni élményt kínálnak ők. Nagyon-nagyon híres kortárs, picit modernebb és nagy klasszikusokkal érkeznek, úgyhogy érdemes lesz kilátogatni ide hozzánk.